Hamarosan ilyen és ehhez hasonló napelemekkel láthatják el épületeiket a költségvetési és állami szervek. Míg a korábbi években 85%-ban támogatták a pályázókat, addig az idei évtől 100%-ban finanszírozhatja az Európai Unió a megújuló energiarendszerek telepítését. A tapasztalataink azok nagyon pozitívak, hisz az eltelt két év alatt kitermelték azt az energiamennyiséget, amit elfogyasztottunk, sőt most az utolsó augusztusi elszámolásnál, az éves végső elszámolásnál a, a polgármesteri hivatalba összességében 40 ezer forint megtakarításunk volt, tehát annyival termelt éves szinten többet a napelem, mint amennyit elfogyasztottunk, az óvodánál pedig 60 ezer forinttal 60 forintot fizetett az EON nekünk vissza, képletesen termelt Természetesen, mert ezt mindig beépíti a, a következő energia számlánkba. Tiszadadán két épületben van napelem, és további három intézménynél már folyamatban van az elnyert pályázatok kivitelezése. A polgármester idén két újabb épület napelemmel való felszereléséhez szeretne támogatást kapni szeretnénk még, van az önkormány start mint a program keretén belül az országban talán egyedülállóan. Nekünk van egy tészta ami nagy üzembe tud előállítani száraz tésztát, valamint egy 5000 férőhelyes tyúk farmunk. Ennek a két intézménynek a tetejére szeretnénk még napelemeket pályázni, és ezt majd most a, a most megnyíló keop pályázatokba, kehobba szeretnénk beadni. Az idei évben 3,5 milliárd forintnyi keretösszeg áll a költségvetési és állami szervek rendelkezésére, hogy napelemrendszereket telepítsenek az épületekre.